Holnap szilveszter lesz, és az első szilveszterem lesz anyáik nélkül. Anya úgy sír a kamera mögött. Én most csinálok egy holt. Alkohol, holt. Voltunk vásárolni piát. Úgyhogy most megmutatom nektek. Ez az első. Nézzétek, milyen gyönyörű. Ez csak a... Csomagolás miatt vettek. Ez csak az üveg miatt kaptam. Mert nagyon tetszett a csomagolása. Nézzétek, milyen gyönyörű csillagó, rosszé. Igen. Ezt már itthon kiválasztottam. Ezt a mai mojito bakardit. Egy ilyen lájmos. Cider, hogy hívják azt magyarul? Ilyen alkohol is üdítő. Nem sör, hanem... Na mindegy. Igen. Ez lájmos. Én meg egy ilyen mangósat választottam. Olyan, mintha már ittam volna ilyet. Ez olyan ismerős, vagy nem? Lehet otthon. Nem, mert ez svéd. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornánkon. Ma december 31-e van, és ez az utolsó nap ebben az évben. És nagyon sokan kértétek, hogy csináljunk ma is szilveszteri vlogot. Tehát most reggel után eljöttünk sétálni. Gyönyörű szép a táj, leesett egy kicsi hó, úgyhogy nincs olyan hideg, de süt a napocska is. És azután hazamegyünk, és akkor látjátok, hogy hogy készülünk a szilveszterre. Szilveszteri asztalunk. És sziasztok! Most jöttünk vissza a live-ról az Instagramon, live-oztunk. Ugye vettünk föl az Instán is, úgyhogy benne lesztek ti is egy páram. Itt van a mama meg a Lili. Meg a Miki. Igen, és ez az első év, képzétek el, hogy a Kira nélkül szilveszterezünk, amit én nagyon-nagyon rosszul viselek, sajnos, nagyon-nagyon hiányzik. 20 évig velünk szilveszterezett, és most sajnos eljött ez az idő, megsiratom, hogy nélkülünk szilveszterezik. Na mindegy, örülünk, hogy jól érzi magát. Azért Lilinek is egy kicsit hiányzik, meg nekem, de mindegy. Igen, és de nagyon jól érzi magát, gyönyörű szép szállodában vannak, Stockholmban, és tök jó neki, úgyhogy másodikáig haza se jön. Na, és akkor megmutatom egy kicsit, hogy miket díszítettünk itt a szobába. Apa díszítése svéd zászlós, nem ukrán, hanem svéd. Svéd ilyen girlandok lógnak a kristálylámpákon. Itt a mama meg a Lili meg apa díszített ilyen Happy New Year-es lufikat. Látjátok ott is. Csillagok is. Ott van a szép karácsonyfánk. Na és a Mikulás is beöltözött szilveszteri parókába. Nem tudom ennek a szövegét. Olvasod már. You can dance, you can dance, having the time of your life. Watch that scene, digging the dancing queen. Itt van a Lili meg a mama. Meg a Rikike. A Rikike is ki van díszítve, nézzétek, nézzétek, itt így fekszik, nagyon jól tűri ezt a kis parókát, gyönyörű. Mama, meg evi is, boroskólát iszik. Mi mamával borozunk, boroskólázunk, megmutatjuk a Lilike outfitjét. A Lili outfitje mára gyönyörű szép, csillogó. Ruci! Villogó! Riki nem
hagyja apát énekelni. He took us to stand my head, not to fall apart. He's sorry for szóval myself, jó, I used to cry. Hülye but vagy, now mondja, hold up, head up high, so you see me. Hát, somebody new. Nyugtatja. Miket eszünk? Ilyen chips, olyan chips, kókuszgolyó, muffinok, amiből már alig van, sajtos, anya sütötte. Anya sütötte, sajtos, amit Mari mamától tanultunk. Ha nézed, Mari mama, köszönjük a receptet, nagyon finom, mindenki imádja. Hamarosan virslit fogunk enni, majd bejelentkezünk akkor is. Hotdogot eszünk. Hotdogot fogunk enni. Úgyhogy most apa keresi. Most fogjuk nézni a kedvenc sorozatunkat. Mindenki kiröhög, hogy ezt nézzük. Én nem tudom, hogy miért. A kedvencünk a... Mi a kedvencünk, apa? Munkaügyek. Munkaügyek, azaz. 10-20 részt egyfolytában megnézünk belőle. Back to back. Nagyon szeretjük. Alikike már el is aludt így a fején ilyen izével, nagyon cukika. Fekete kaját egyetek. Az na, jó. Tehát most akkor mindjárt indul a videó, amit beteszünk a YouTube csatornára. Nem vagyunk egyébként olyan sokan, mert kicsit későn írtam ki, hogy mikor lesz live. De hát, aki itt van, az a lényeg, nem? Többiek majd megnézik a archívból. Nagyon boldog új évet szeretnék nektek kívánni. Oké, Huma, Hanna. Nagyon boldog új évet, legyetek egészségesek, köszönjük szépen, Rebi Varga, M. Dávid, további sok sikert a videózáshoz, nagyon jó videósok vagytok, köszönjük szépen. Szépen, tátok. Nagyon szépek vagytok, köszönjük szépen Andika Szem, Sempál, 14. Boldog új évet nektek, Frida Szalanszki, szia Frida! Legyetek mindig szerencsések, Lili gyönyörű, boldog új évet nektek! Köszönöm! Lia Kónya! Jó, éppen el tudtam olvasni. Jó bulit, jó szórakozást nektek! Andrea Korbé, köszönjük szépen nektek is! Bujék! Zoe és Boti, szia! Szia! Boldog új évet! Boldog új évet! Teljesüljön minden álmatok! Neked is sok sikert a csatornához! Remélem, jól telik a szilveszteretek, mi itthon vagyunk. Úgyhogy családi körben ünnepelünk. Sziasztok az újaknak! Azért elmondom még egyszer, hogy minden évben szoktunk live-ozni szilveszterkor, ez már ilyen tradíció nálunk, úgyhogy akik régóta követnek, azok tudják. Boldog új esztendőt! Köszönjük! Imre? Nem tudom, te tudod olvasni. Nervai. Ne, bocsánat, nem jól olvastam. Boldog új évet, Csilla. Csak csillagok. Az csá. Sziasztok, boldog új évet mindenkinek előre is. Kollár Emília. Én már 3 éve nézem a YouTube videótokat, és nagyon imádom. Legyen évétek. Köszönjük szépen, Kollár Emil. Dezső papa, hogy nincs? Dezső papa hiányzik nektek? Dezső papa? Majd megmondom neki. Felhívjam? Ja, na, próbáld meg akkor felhívni. Na, akkor kapcsolatba lépünk Dezső papával Magyarországon. Hívjuk Etyeket. Etyeken lakik a papa.
Hát, ha ott van. Lesz videó arról, hogy ki mit kapott karácsonyra? Na, szóval, akkor te nem láttad még Zita videónkat. Úgyhogy, ha lesz időd, akkor nézd meg. Ma délelőtt felraktuk a karácsony, ki mit kapott karácsonyra videót, és képzeld el, hogy az első 10 benne van a felkapott videók között Magyarországon, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Nagyon sokan megnéztétek, biztos nagyon tetszett, hívjuk Dezső papát most. Elérhető. És ki is zseng? Be kell írjam. Hello! Szia papa! Benne vagy a videóba, úgyhogy... Benne vagy a videóba, meg a live-ba. Téged keresnek, apu. Bekapcsoltad a kamerát is. És kapcsolt be a kamerát. Ne svédül beszélj. Inkább magyarul. Magyarul, meg angolul is beszélhetsz. Beszélhetsz angolul, szerintem értik az angolt is. De jobb, hogyha magyarul beszélsz, mert magyarokkal beszélgetünk. Szóval... Magyar gyerekek hiányolnak. De várja, megigazítom a hajam. Jó. Majd visszahívlak. Jó. Fölrakod a parókád, vagy mi? Hát persze. Jó. Na. Puszi, szia. Papa mindjárt visszajelentkezik. Márki 777, sziasztok, ti vagytok a kedvenc videósaim, bujék. Köszönjük szépen! Jövőre is folytatjátok a videózást, kérdezi Zita. Hát, szerintem igen. Szerintem igen, mert olyan aranyos kommenteket írtok nekünk, és annyira a szívünkhöz nőttetek, hogy nem lenne szívem befejezni komolyan. Tehát ez tényleg... Nagyon-nagyon sokan kijöntitek a lelketeket, hogy mennyire fontos, hogy ha rossz napotok van, megnézitek a videónkat, és jobbá tesszük a napjaitokat. Szia! Na, szia! Na, mi a helyzet? Mindenki lát téged. Az Instagramon live-ozunk, és meglátták anyut, és rögtön kérdezték, hogy de hát hol van akkor a Dezső papa? És nem vagy itt, és nem értették, hogy miért nem vagy itt. És mindenki írta, hogy hol vagy. Na, írt mindenki közben. Írja, hogy szia Dezső! Mindenki hello. Szia Dezsőzik! Hello! Szia ott Dezső a papa! Papa. Sziasztok! Tudok válaszolni talán. Ki követi a papát, Dezső papát TikTokon? Van neki TikTokja, úgy táncol, mint egy 20 éves. Papa, látnak, hogy mit csinálsz az arcoddal? Integes nekik, látnak. Hogy vagy, Dezső hogy papa? Van, hogy papa? Van? Hogy vagy, Dezső papa? Minek? Csinálj egy szívecskét, egy-két. Mindenki írja, hogy vagy, Dezső papa? Nagyon jó, köszönöm. Le vagyok rekedve. Sziasztok az újaknak, mert közben folyamatosan lépnek be az újak. Itt van Dezső papa is velünk, itt a mama is. És... Van háziállata a Dezső papának? Háziállata? Hangyáid vannak, apu. Hangyában. Nem, hangya, az csak néha van, hogyha leszorjátok a morzsát. Ja. Ha megyünk és leszorjuk, akkor vannak hangyák. De amúgy nincsen igen. Papának. Vendégháziállatjaim vannak akkor. Igen. Anya, valaki kérdezte, hogy nagyjából mikor jön ki ez a videó? Nagyjából... Hát egy 3-4 nap, olyan 3-4-e körül. Nem tudom. Majd amikor lesz kedvem megszerkeszteni. Boldog új évet, köszönjük! Lovász 43. Boldog új évet! Papa, fel fogsz maradni éjfélig? Igen, fel leszek éjfélig, ha nem alszom el. De valószínű, hogy fel leszek. A Hanna kérdezi egy... Hogy hívják, milyen Hanna? Huma Hanna kérdezi, hogy... Dezső papa is várja a 2023-as évet? Nagyon. Egy évvel öregebb leszek. Bocsánat. Igen, és papának januárban lesz a szülinapja, január 13. Visszafelé kéne, hogy menjen. Igen, visszafelé akarja, hogy számoljuk az éveket. Na, búcsúzom közben. Jó. Kilépek. Jó, papa búcsúzik. Szia,
további jó játékot. Köszönjük, szia! Köszönjük, szia! Puszi, szia! Szia, szia, szia! Szia! És hogyha követtek minket Instagramon, akkor ott láthattok majd több videót, képet, amiket csináltunk, úgyhogy ha nem követtek még, akkor kövessetek be minket. Ide leírom, hogy Svédország életünk, a nevünk. Lének is van Instagramja, Kirának is van Instagramja, az is itt lesz. Szóval ott tudtok minket követni, és itt van ez a gyönyörű fa, még mindig áll, még nem szedtük le, még egy hónapig talán itt lesz. Itt van ez a gyönyörű szép amarilis, a mama kedvence, ő kapta. Nézzétek, milyen gyönyörű. 6 virág van most rajta, és még lesz. Igen, tele van virággal, nézzétek. És még itt jön neki 2-6-os. Nézzétek, milyen gyönyörű. Tényleg gyönyörű. Na, tehát az idő 4 perc múlva. 4 perc múlva, vagy 3 perc múlva éjfél. Már kitöltöttük a pezsgőket. Lilike is extázisban van. Nézzük, hogy hát ha valahol lehet látni a tűzijátékot. Na. Úgyhogy itt lehet látni a tűzijátékokat. Húba, nagyon durrogta. Ja, nagyon durrogta. Hogy jöttek az elkények? Húzd kábé. Mondok új évet! Hajnali 2 óra, és ő még fenn van, még munkaügyeket nézünk. 2 óráig? Hát nem tudom, még pár részt megnézünk, és utána megyünk aludni. Nagyon-nagyon boldog, új évet szeretnénk nektek kívánni. Igen. És tartsatok velünk 2023-ban is, és legyen nagyon szép évetek. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!